Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Csapadékvíz elvezető csatorna és térfigyelő kamerák, bátaszéki fejlesztések. Szekszárdiak is átélték a spanyol özönvíz katasztrófát. Az Aliszka Taekwondo Klub Valenciában tartózkodott a tragédia idején. Spórolás, pénzügyi tudatosság. Október 31-én tartják a takarékossági világnapot. Poloska invázió. Otthonainkban keresnek menedéket. A legutóbbi bátaszéki testületi ülésen a képviselők többek között döntöttek csatorna kiépítéséről, térfigyelő kamerák kihelyezéséről és parkosításról is. Bozsolik Róbert, a település polgármestere számolt be a legfontosabb várost érintő határozatokról. Megtartotta első terv szerinti ülését az október elején megalakult bátaszéki képviselőtestület. A város közbiztonságának fokozása érdekében kihelyeznek új térfigyelő kamerákat a közeljövőben. A Bonyhádi út és a Budai út csatlakozását fogjuk kamerával megfigyelni. A közlekedést ilyen szempontból tudjuk adott esetben nyomon követni, illetve a város egyik neuralgikus pontján, a Deák Ferenc utcába helyezünk el térfigyelő kamerát annak érdekében, hogy az utcának a biztonságát és a lakóknak a biztonságát fokozni tudjuk. Döntöttünk arról is, hogy a Bezerédi utcában egy járdaszakasz stabilizálása érdekében, mint egy 50 folyóméter hosszban csövezéssel le fogunk fedni egy csapadékvíz elvezető árkot. Ezzel próbáljuk stabilizálni a lecsúszó félben lévő járdának az állapotát. Erre mintegy 2 millió forintot fogunk fordítani az elkövetkezendő másfél hónapban. A Kossuth utcai orvosi rendelő előtti parkolót parkosítják majd, zöld területet alakítanak ki, és fákat is ültetnek oda. Annak érdekében, hogy a rendelőt kicsit árnyékolni tudjuk, és egy kicsit a zöld felületeinknek a számát is tudjuk növelni. Ezt meg tudjuk tenni már csak azért is, mert az orvosi rendelővel szemben kialakítottunk egy parkolót, tehát gyakorlatilag a biztonságos parkolásnak a lehetősége biztosítva van az orvosi rendelő előtt is. És hát arról is döntés született a tegnapi képviselőtestület ülésen, hogy a tavaly megvalósult új városi piac épületben található vizes blokkok történő bejutáshoz automatizálást fogunk felszerelni, hogy a nap 24 órájában bárki igénybe tudja venni egy érme bedobásával. Halottak napja és minden szentek alkalmából sokan látogatják meg a következő napokban a temetőt. Annak érdekében, hogy megfelelő körülmények fogadják az odalátogatókat, sok fejlesztést hajtott végre a város. Ebben az esztendőben is igen sok fejlesztést hajtottunk végre annak érdekében, hogy az odalátogatók a kegyeletüket megfelelő körülmények között tudják lerólni. A város saját forrásból épített egy új urnafalat, ugye alapvetően a költségkímélés szempontjából egyre többen és egyre gyakrabban használják ezt a fajta urnás temetkezési módot, ennek megfelelően az urnafal elkészült. A vagyonvédelem érdekében kamerarendszer került kihelyezésre a temető több pontján, hogy ezzel is próbáljuk védeni az értékeket, akár az önkormányzati értéket, akár pedig a magánszemélyeknek az értékét. Több helyen javították a járdaszegélyeket is, amelyek megrongálódtak, valamint két kandelábert is elhelyeztek, hogy jobbak legyenek szürkületben is a látási viszonyok. Egy hirtelen jött vihar és áradás hatalmas pusztítást okozott a spanyolországi Valencia tartományban kedden. A tragédiában a hivatalos adatok szerint legalább közel 100 életüket vesztették. A borzalmakat a szekszárdi Aliszka Taekwondo Klub tagjai is átélték. Az egyesület nemrég tanulmányútra utazott Spanyolországba. A vihar rájuk a szomszédos Sedaviban edzés közben csapott le. A történtekről a klub vezető edzőjével, Rácz Petrával beszélgettünk. Úristen! Tényleg egy dömű volt. Elvitte a vízre. Hatalmas tragédiát okozott a kedden lecsapódó özönvízszerű esőzés a spanyolországi Valencia tartományban. Ezeket a felvételeket az Aliszka Taekwondo Klub vezetőedzője Rácz Petra és tanítványa Bánki Dávid Ede készítették. Jól látszik, ahogy az utcákon hatalmas mennyiségű víz hömpölyög. A szekszárdi egyesület tagjai az Erasmus Plus sportprogram keretében utaztak ki Spanyolországba. A vihar kedd este csapott le rájuk a Valenciához közeli Sedaviban, mikor a Deportivo Olimpo klubjánál vettek részt edzésem. Egyszer csak kintről kiabálták az edző nevét, és akkor kinéztünk, azt láttuk, hogy az utca végében már jön a víz. És az edző mondta a gyerekeknek, akik az ő gyerekei, hogy akkor gyorsan menjenek haza,
mert valószínűleg mindegyik ott lakott a környéken, tehát ők még gyalog haza tudtak érni. És akkor ő bezárta a termet, mondta, hogy akkor mi maradunk, meglátjuk. Nem sokkal később az edzőterem padlóját is ellepte a víz, ekkor hagyták el az épületet. A víz ekkor már térdig, combközépig ért. A csapat Francisco Martin Torres spanyol edző tanítványának nagyszüleihez menekült, itt vészelték át az áradást. Láttuk kint az autókat, hát most nyilván az autókat azért megemelte a víz, de úgy még abszolút kilátszottak a vízből, tehát szerintem egy ilyen másfél méternél nem lehetett magasabban a tetőzés. Azt viszont láttuk, hogy elég gyorsan megy, úgyhogy ezzel próbáltuk ott nyugtatni a gyerekeket, hogy gyorsan jön, gyorsan megy, úgyhogy hamarosan szabadulunk idézőjelben. A szexárdi tékvandó klub tagjai a spanyol otthonban kanapékon, székeken töltötték az éjszakát, a vezetőedző szerint a spanyol család rendkívül vendéglátó volt. Sokan nem tudtak kommunikálni otthoni hozzátartozóikkal, mert sem áram, sem térerő nem volt. Másnap reggel összetört, egymás hegyén hátán lévő autó képe fogadta a csapatot. Körülbelül olyan reggel 8 óra fele, amikor már teljesen kivilágosodott, akkor az edző gumicsizmában ott körbejárta a területet, nyilván megkérdezte, hogy el lehet-e indulni, és akkor mondta, hogy akkor közösen induljunk el. Abszolút csak gyalog volt erre esély, úgyhogy így a sárban és részben, ugye mélyebb helyeken, vízben tudtunk haladni. De azt láttuk, hogy egyébként mindenki nyugodt, takarítja el a romokat. A szexárdi tékvandósok azóta biztonságban vannak. Hétfőn már újabb spanyolországi edzésen vesznek részt. A tragédia miatt a spanyol kormány 3 napos hivatalos gyászt rendelt el az országban csütörtöktől, és következő ülésén katasztrófa sújtotta övezetté nyilvánítja az érintett területeket. A katasztrófában az eddig ismert adatok szerint közel 100-an vesztették életüket, a hatóságok még mindig több eltűnt személy után kutatnak. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Tolna megyei szervezete és az Aliszka Bau ZRT szervezésében október 31-től lehet szavazni a 2024-es Tolna vármegyei Prima közönségdíj jelöltjeire. A győztes a Tamási Pántléka Néptánc Együttes, a Szexádi Madrigál Kórus és a Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesület közül kerül majd ki. A szavazatokat november 6-áig lehet leadni. Bővebb információ a primadíjtolnamegye.hu weboldalon érhető el. Halottak napja alkalmából a szolgálat közben elhunytakra emlékezett meg a rendőrség Szexárdon. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság aulájában elhelyezett márványtáblán annak a 11 személynek a neve szerepel, akik szolgálat teljesítés közben vesztették életüket. A főhajtáson részt vett Zsikó Zoltán, a Tolna vármegyei önkormányzat közgyűlésének alelnöke, valamint Berlinger Attila, Szexárd polgármestere és Fusz György, a város alpolgármestere is. Október 31-én tartják a takarékossági világnapot. Ennek célja, hogy felhívja a figyelmet a megtakarítás fontosságára, a pénzügyi tudatosságra és a felelős gazdálkodásra. A témával kapcsolatban arról érdeklődtünk, hogy ki milyen módon tudja megkímélni a pénztárcáját. Takarékoskodni számos módon lehetséges. Tudatos vásárlással, energiatakarékossággal, kevesebb pazarlással és több odafigyeléssel pénzt spórolhatunk meg magunknak. A takarékosság világnapján és a fűtési szezon beköszöntével a Szexárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft-nél érdeklődtünk arról, hogy mekkora mértékben spórolnak az emberek a fűtéssel. Ami tapasztaltunk a távhőbe, az, hogy nagyon megnőtt az emberekbe a takarékosság, a tudatosság, szinte folyamatosan csökkenik a távhőkkel használás, ez arra utal, hogy mindenki jobban odafigyel a költségeire, így a távhőre is. A szakember azt mondja, az emberek előszeretettel használják a termosztatikus radiátor szelepeket, sokan teljesen lekapcsolják a fűtést, ha elmennek otthonról. Nem csak a távhőbe, hanem a családi házoknál is ugyanúgy meg lehet csinálni azt, hogy a fűtésen ugye úgy jobban szabályzottan olyan kazánokat betenni, amik kondenzációs kazánok, meg egyéb takarékosságok, akár hőszivattyúval, nagyon sokat lehet takarékoskodni. Aki odafigyel, az éves szinten akár 10-15%-ot is meg tud takarítani a fogyasztásából, anélkül, hogy a komfortérzete csökkenne. Fűtésbe, úgy, hogy van azért fatüzelésük az állunk, és hát ugye van nekünk egy ilyen kis akátos részünk, és akkor úgy nem mindig gázzal tüzelünk, hanem csak amikor ugye pluszabb fokok vannak, és amikor hidegebbek, akkor fával, avval mindenképpen.
Hát az árammal azzal annyira nem lehet takarékoskodni, mert az ugye sok minden árammal működik. Próbálunk a vízzel is, ugye energiatakarékos eszközökkel, akár A+, vagy akár erősebb, természetesen ez egy forintális dolog. De most mondom azt, hogy a szemét is egy nagyon érdekes dolog, amit én is azt mondom, hogy a szelektív gyűjtés is nagyon fontos. Természetesen a palackokat visszavisszük, ez az 50 forint, úgy látom, mindenkinek azért tetemes mennyiség. Így azért az embereket rákényszerítik, de szerintem ez egy jó megoldás, hogy visszavigyük és ne dobjuk ki olyan helyre, ahova nem való. A takarékossági világnap arra hívja fel a figyelmet, hogy tudatos pénzügyi döntésekkel nagy mértékben spórolhatunk felesleges kiadásainkon. A poloskák az őszi időszakban nagyon megkeserítik életünket. Ezekben a hónapokban próbálnak behúzódni otthonunkba, menedéket keresni a hideg elől, az emberek többsége pedig érthető módon nem örül nekik. De mit tehetünk ellenük? Erről kérdeztük a szakembert. Az ázsiai márvány poloskáról érdemes tudni, hogy invazív faj hazánkban. Itt nincs természetes ellensége, ezért is tudnak így elszaporodni. Eredetileg Kínából, Tajvanból, Japánból, a koreai félszigetről származik, és hát onnit hódította meg Európát és Amerikát is. Igazából ez egy növényvédelemben ismert kártevő, ez egy növényi kártevő, a növények nedvességét szivogatja, és igazából a kártétele ott történik, az agráriumban. Nagyon sok növénynek problémát okoz, vagy növénytermelőnek problémát okoz az a kártevő. A szamuráj darázs lenne az az élőlény, ami pusztítani tudná ezeket a kellemetlen vendégeket. Csak sajnos még nem érte utol a kártevőket. Ami már megjelent állítólag Európában és hazánkban is, de még nem tudott olyan módon felszaporodni, hogy utolérje a populációt, ami kialakult ezzel a kártevővel kapcsolatosan hazánkban. Igazából házi praktikák ellenük nagyjából hát a legjobb módszer az, hogy jól záródó nyílászárókat alkalmazunk, szóval az újfajta műanyag nyílászárók azért kívül tartják a lakásunkból, házunkból a jól kivitelezett szúnyogháló. Bár a legtöbb épületben így is akadnak rések, amiken keresztül ügyesen be tudnak jutni a poloskák. Egy nagyon hatékony és viszonylag könnyen alkalmazható eszköz még ellenük a jégspré. Nagyon, hogy le lehet fújni, rögtön lefagyasztani. Ennek talán az előnye annyi lehet, hogy vegyszermentes egyrészt, másrészt, hogy nincs ideje kifújni a bűzmirigyéből ezt a bűzös anyagot, amivel védekezik ellenünk a támadás ellen, azonnal megfagyassza, és akkor így ki lehet dobni a kukába. Várhatóan a közeljövőben lesznek kifejlesztett csapdák, valamint különböző anyagok, amik pusztítani tudják a bogarakat. De jelenleg még Európa dolgozik azon, hogy meg tudja szüntetni ezt a problémát. Úgy néz ki tehát, hogy a poloskák egy lépéssel előttünk járnak. Borza Ferencet, Kistormás község polgármesterét látogatta meg Orbán Attila, a Tolna vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnöke. Orbán Attila Facebook oldalán azt írta, az új önkormányzati ciklus kezdetén elsősorban azokat a települési vezetőket látogatja meg, akik újonnan lettek polgármesterek. Az elnök fontosnak tartja, hogy a vármegye minden településével szoros kapcsolatot, jó együttműködést építsen ki. Koltai Róbert a hazai színházi élet és filmjátszás ikonikus alakja. A színész Sose halok meg címmel vidám zenés önálló estet tartott a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban. A zenés, verses, sztorizós kabaré műsort désdalok, tanárparódiák, versek, színházi történetek és vallomások színesítették. Aki a színpadon a kérdéseket tette fel, nem más volt, mint a Jászai díjas, érdemes művész és Halhatatlanok társulatának örökös tagjának párja, Gál Ildikó, rendező. Nekem Szekszárd egyik főhelyen volt a Babits művelődési ház. Azzal együtt, hogy a mozi, a színházterem között valahogy még most se ismerem ki magam, úgyhogy nem is volt könnyű bejutni, mert zárva volt az ajtóm. Az a mozi volt, ahol mindenáron be akartunk jönni. És hát más város örülne, hogyha egy olyan színház terme lenne, mint itt 2-3 egymás segye által. Hazai pályán is legyőzte a görög Iraklis együttesét a Tark ASC Szekszárd kosárlabda csapata a Női Kosárlabda Európa Kupa alapszakaszának 4. fordulójában. A szekszárdiak a görög odavágóhoz hasonlóan ismét 100 pontot dobtak ellenfelükre, végül 103-38 arányban nyertek.
A hazai csapatban 6-an is 10 pont fölé jutottak. A szezon a válogatott időszak miatt november közepén folytatódik. Tök Ász címmel őszi kézműves foglalkozást rendezett az Életfa Nagycsaládos Egyesület Dombóváron. A programok között halloweeni tökfaragás, festés és különféle barkácsolási tevékenységek szerepeltek. A Dombóvári Életfa Nagycsaládos Egyesület 4 éves fennállása óta számos programot szervez a gyermekeknek és szüleiknek egyaránt. Október 30-án halloweeni dekorációkat, ablakdíszeket készítettek, számolt be Németh Zsuzsanna, az egyesület elnöke. Magyar szokást szerettünk volna feleleveníteni a tökfaragást, de mivel nem minden gyerek, én sem szeretek tököt faragni, pedig nagyon viccesek és egyben ijesztőek is. Így egy kézműves foglalkozásán nőtte ki magát a mai napunk. Szerettük volna, ha a gyerekek a hagyományokat is újra megismerik, tehát nem csak egy amerikai hagyomány marad, hanem igenis ennek van magyar jelentése is, illetve hogyha hasznosan töltik el a szünetből legalább egy napot. És kicsit úgy ráhangolódnak az őszre, igaz, elkezdődött az iskola, meg az óvoda, de most szünet van, és mindenki otthon, és a szabadidejüket tudják tölteni, és ehhez segítségünkre volt az Értes kávézó, illetve a Földi István könyvtár is. Németh Zsuzsanna beszámolt a kézműves foglalkozásokról, kiemelve a résztvevők lelkesedését és a programok változatosságát. Elmondta, hogy az esemény különösen népszerű volt a gyerekek körében, akik örömmel merültek el a kreatív tevékenységekben. Elővettük az ijeszgetős részt is, készülnek itt pókhálók, pókok, nyalókából természetesen, amit utána nagy örömmel fogyasztanak, tehát próbálunk egy kicsit szellemeskedni is, de készülnek nagyon szép virágok, szitakötők, papírból, illetve nagyon szép ajtódíszek, őszi dekorációk. A rendezvény nem csak szórakoztató, hanem közösségformáló élmény is volt, amely erősítette a családok közötti kapcsolatokat. Regionális híreink következnek. Fokozott biztonság a temetők környékén. Rendőrök teljesítenek szolgálatot Minden Szentek és Halottak napja alkalmából. Látogatás. Az élelmiszeripar helyzetéről tájékozódott Somogyban Nobilis Márton államtitkár. Segítik a személyes találkozásokat. Állásbőrzét tartottak Pécsen. Közeledik Minden Szentek és Halottak napja. Ilyenkor a temető környékén fokozott forgalom a jellemző. Azonban nem csak a közlekedésre kell jobban odafigyelnünk, hanem személyes értékeinkre is. A rendőrei és az iskola őrök Pécsen és Baranya vármegyében is bűnmegelőzés céljával járják a temetőket és környéküket. Stábunkkal a pécsi rendőrkapitányság munkatársait kerestük fel szolgálat teljesítés közben. Egyre nagyobb a forgalom Pécsen a Siklósi úton. A pécsi köztemető is itt található. Már sokan meglátogatták elhunyt szeretteiket, vagy éppen sírjukat teszik rendbe. Az iskolaőrök közül többen vállalták, hogy a szünidő miatt felszabadult idejükben segítenek ebben az időszakban. Jelenlétükkel és odafigyelésükkel, ha valaki esetleg rosszul lesz, időben tudnak segítséget hívni. De a parkolóban lévő autók nyitva maradt ablakaira is felhívják az autós figyelmét. A nagy forgalom miatt sokszor szükség van rendőri irányításra is. Hasznos dolgokra hívja fel a figyelmet dr. Gáborné Kiffer Krisztina, a pécsi rendőrkapitányság rendőr alezredese, aki azt is elmondta, hogy ez időtájt kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a megemlékezés mindenki számára méltó legyen. Kollégáimmal, illetve a társszervekkel együttműködve az ünnep nyugalmát veszélyeztető jogsértések megelőzésére törekszünk. Ilyenkor a köztemető környezetében jelentősen megnövekszik a gyalogos és járműforgalom, ezért fokozottan figyeljünk egymásra és értékeinkre. A közlekedés során legyünk körültekintőek, az elsőbségi szabályokat tartsuk be, figyelmetlenül ne lépjünk az úttestre, értékeinket ne hagyjuk őrizetlenül, járművünket parkolás követően zárjuk be. A Minden Szentek és a Halottak napja közelettével egyre nagyobb a forgalom, a sietés miatt pedig a figyelmetlenség is. Előfordulhat, hogy valaki, amíg a szerettei sírját gondozza, nem figyel annyira táskájára, és már is megtörténhet a baj. A temetői tolvajok sajnos résen vannak.
Ha segítségre szorul, keresse a helyszínen lévő kollégáimat, vagy kérjen segítséget a 112-es segélykérő telefonszámon. A rendőrei és már az iskola őrök is Pécsen és Baranya vármegyében is bűnmegelőzés céljával járják a temetőket és környéküket. A pécsi rendőrkapitányság és a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság rendőrei fokozott figyelmet fordítanak a kegyeleti időszakban a közbiztonságra. Helyszínbejárásokon és gazdafórumon tájékozódott a Somogyi Mezőgazdaság és Élelmiszeripar helyzetéről Nabilis Márton. Az élelmiszeriparért és kereskedelem politikáért felelős államtitkár vármegyei látogatásán kiemelte, a kormányzat elkötelezett az agrárium és az ágazat támogatása mellett. Ilyen hatalmas medencékben nevelik az afrikai harcsát a Balaton-Szabadi határában működő Pelzofis ZRT telepén. A 2023 óta termelő cég a helyi gazdaságot és munkaerőpiacot is erősíti. A filézett halakat elsősorban hazai piacon értékesítik. Éves szinten ebben a telepen nagyságrendileg 1000-1200 tonna élőhalat állítunk elő, amit aztán feldolgozva szállítunk a vevőinknek, körülbelül ennek a 40%-át filé formátumban. A Balaton-Szabadi halnevelő és feldolgozó üzemben tett látogatást Nobilis Márton élelmiszeriparért és kereskedelem politikáért felelős államtitkár. Aki mint a bejáráson elmondta, a létesítményben a környezet megóvására is figyelnek, ez pedig a fenntarthatóság szempontjából is példaértékű. Bálákkal megrakodva érkezik ez a pótkocsis traktor az andocsi mezőgazdasági telepre, nem csak növénytermesztéssel, hanem gabona nagykereskedelemmel és mezőgazdasági szolgáltatással is foglalkoznak itt. Mint a cég ügyvezetője elmondta, az agrárium minden változását, nehézségét megérzik. Az ukrán háború óta a különböző problémák jönnek elő, a gabonáknál főleg, inputanyagoknak gázemelkedés minden, és hát most meg jön az Európai Unióban lévő harc a támogatásokért, hogy egyáltalán megmaradjon, mire adnak, tehát ez a probléma áll most fent. Az andocsi mezőgazdasági Kft.-be is ellátogatott Nobilis Márton, aki ezt követően gazdafórumon is tájékozódott a Somogyi Mezőgazdaság és Élelmiszeripar helyzetéről, valamint beszélt arról a különbségről, ami az Unió és a magyar kormányzat agrárpolitikáját jellemzi. Az Unió az folyamatosan úgy gondolkodik, hogy meg kell büntetni Magyarországot és meg kell büntetni a magyar gazdákat. Ők úgy gondolkoznak, hogy attól lesz versenyképes Európa, hogyha külföldről, Ukrajnából hozunk be például gabonát, mi ebben nem engedünk. Ebben egyébként vannak szövetségeseink is, meglepően a lengyelek, a szlovákok, a románok és a bolgárok is szövetségesként állnak hozzánk, hiszen pontosan tudjuk, hogy a magyar és a környező országok gazdái akkor tudnak jól működni, hogyha az európai piacon meg tudnak élni. Mi ezt hangoztatjuk az Unióban. Az Unióban mindig úgy gondolkodnak, hogy Ukrajnát kell támogatni minden áron, az európai gazdák árán is, mi ebből nem fogunk engedni. Az EU szakbizottsága a közelmúltban készített egy tanulmányt, amelyben főként zöld szervezetek véleményét kérdezték. Összegzésként azt vonták le, hogy a legnagyobb klímavédelmi problémákat az európai mezőgazdaság okozza. Erről Madarász Zoltán, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke beszélt. Mint hozzátette, ezen kijelentések miatt petíciót indítottak. Ebben a tanulmányban leírt dolgok egyszerűen egy szlogengyűjtemény, jelmondatokat pufogtatnak, hangoztatnak, ahol próbálják az embereket a húsfogyasztásról leszoktatni, érzékenyíteni, illetve szeretnék az agrártámogatásokat, a jogosan a gazdálkodóknak járó agrártámogatásokat elvonni. A kormányzat elkötelezett az agrárium és az ágazat támogatása mellett, erről is beszélt Andocson Nobilis Márton. Munkaadók és munkakeresők találkozhattak a pécsi belvárosi üzletközpontban szerdán. A különböző cégek elhozták állás lehetőségeiket és a hozzájuk tartozó ajánlataikat. Külön standdal szerepelt a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara. Cégek standjai a belvárosi bevásárlóközpontban Pécsen állásbőrzét tartottak itt szerdán a munkatársokat kereső vállalkozások között. Ott volt ez az elektronikai területen tevékenykedő társaság is. Szerencsére bővülés miatt vagyunk itt, főleg operátori pozícióink vannak most szabadon, de mérnöki pozíciónkat is hoztam most erre az állásbőrzére. IT területünkön is van szabad lehetőség.
közösség, és igazából szeretnénk megmutatni a céget is, és a lehetőségeinket is, hogy tudjunk segíteni itt a munkanélküli kollégáknak. A cég pultjánál azt is megtudhatták az álláskeresők, hogy miért érdemes őket választani, milyen juttatásokkal, bérekkel, munkarenddel várják a leendő dolgozókat. Nálunk is ezért a műszakos munkarendbe be kell illeszkedni, de igyekszünk segíteni a családosoknak, és rugalmas munkarendet is tudunk biztosítani, úgyhogy főleg ezért, illetve most már nálunk is elérhetőek, szerencsére sokat fejlődtünk bérben is, és kafetéria juttatásokat is most már tudunk adni, úgyhogy egy fejlődő céghez lehet csatlakozni abszolút. A helyi iparkamara is jelen volt az eseményen. A gazdasági érdekképviselet a hozzájuk köthető vállalkozásokat képviselte. A Pécs-Baranyi Kereskedelmi és Iparkamara egy standdal jelent meg ezen az állásbörzén, ahol a három általunk menedzselt klaszternek, az építőipari, a gépipari és a gasztronómiai klaszternek az állásajánlatai gyűjtöttük össze a tagoktól. Hát tudni kell, hogy ugye nálunk nincsenek konkrét álláshirdetések, de azok a vállalkozások, akik ezekben a klaszterekben tagok, náluk folyamatosan merülnek föl új és új lehetőségek. Ezeket gyűjtöttük össze, és ezekre lehet nálunk jelentkezni. Az álláskínálatuk széles, több iparágat átfogó. Így lehetőséget nyújtott a különböző végzettségű embereknek, hogy megtalálják a nekik megfelelő pozíciókat. Számomra meglepő, hogy milyen sokan jönnek el itt egy állásbőrzére, hiszen azért elég sok állásbőrze van, illetve nagyon sok olyan online felület, ahol lehet jelentkezni. Most így gyorsan reggel óta nagyon sokan érdeklődtek vendéglátóipari szakmák iránt, mivel az kevéssé specifikus azért, mint egy építőipar vagy gépipar, de jöttek már mérnök végzettséggel, közgazdasági, egyetemi végzettséggel, tehát hogy gyakorlatilag itt mindenki megtalálható volt hirtelen. Az is elég széles, amit tudunk ajánlani, tehát az egészen egyszerű 8 általánossal is végezhető szakmáktól az egészen komoly végzettséget, nyelvtudást igénylő szakmákig is megtalálhatóak most nálunk állásajánlatok. Az állásbőrzét a Megyei Napilapot kiadó cég szervezte immár harmadik alkalommal. Céljuk az, hogy a munkaadók és a munkavállalók személyesen találkozhassanak. Ez megkönnyíti a megfelelő lehetőségek megtalálását, véleményük szerint. Helyi cégek és multitársaságok egyaránt jelentkeztek ezekre az állásbőrzékre az évek során, tudtuk meg a helyszínen. Nézzük Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Csapadékvíz elvezető csatorna és térfigyelő kamerák, bátaszéki fejlesztések. Szekszárdiak is átélték a spanyol özönvíz katasztrófát, az Aliska Taekwondo Klub Valenciában tartózkodott a tragédia idején. Spórolás, pénzügyi tudatosság, október 31-én tartják a takarékossági világnapot. Poloska invázió, otthonainkban keresnek menedéket. Pénteken több-kevesebb szűrtebb napsütésben is lehet bízni. Helyenként megmaradhat a szürkeség. Számottevő csapadék nem várható. Szombaton a hidegfrontnak köszönhetően az ország nagy részén erős észak-északnyugati szél támad. A fronttal több fokkal hűvösebb légtömeg éri el hazánk térségét. Vasárnapra már front mögötti szélcsendes, napsütéses, de a megelőző napokhoz képest 4-6 fokkal hűvösebb idő ígérkezik. Hétfőtől ismét anticiklonáris helyzet kialakulására van kilátás. A szélcsendes hideg időben egyelőre derült égbolt, szikrázó napsütés látszik valószínűbbnek. Friss hírekkel legközelebb, hétfőn este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!